Milyen évük lesz idén a budaörsi gyerekeknek, a budaörsi felnőtteknek és a budaörsi nyugdíjasoknak? Ezekre a kérdésekre is a polgármester válaszol. Mielőtt azonban ezekre külön-külön válaszolnánk, arra lennék kíváncsi, hogy a tél, a időjárás, ez a hektikus idei tél milyen nehézségeket okoz a városnak, hogy az utakat tisztán tartsák. Mindenekelőtt köszöntöm a kedves nézőket, és miután ez az idei első találkozásunk, boldog új évet is kívánok a szerkesztőségnek, illetve valamennyi nézőjének a Budakörnyéki Televíziónak. Természetesen, mint mindenhol, itt is jelent gondot, különösen a szűk, keskeny és domborzati adottságoknál fogva nehezebben tisztítható, takarítható utaknál, és sokszor gondot okoz az is, hogy a keskeny utaknál úgy parkolnak az autók, hogy a szélesebb kotról nem nagyon tud elmenni. Én azért azt gondolom, bár kaptunk mi is sok kritikát, hogy ismerve azt, hogy a fővárosban, illetve más településeken hogyan alakult, sikerült ezzel megbirkózni, de aggódva szoktuk figyelni, amikor nagy hóesést és hideget jósolnak előre, mert akkor, és mostanában sajnos ebben nem szoktak tévedni a meteorológusok, ez azért mindig gondot okoz. Azt is tudni kell, és ez is egy fontos szempont, hogy van egy lista, hogy hogyan kell, amikor jön, nyakunkba zúdul a nagy mennyiségű hó, ezt eltakarítani, milyen ütemezés szerint kell. Nyilván először a nagyobb gyűjtőutakat, és aztán így a kisebbek felé, és hát persze a lakosok, akik pedig olyan helyen laknak, ahonnan el szeretnénk menni dolgozni, hát ők rögtön a saját keskeny utcájukkal szembesülnek, és nem nagyon boldogok attól, hogy persze a gyűjtőút az már eltakarított, hogyha neki közlekedési problémát okoz, hát ezért elnézést kell kérni, de nyilván egyszerre mindenhol minden utat azonnal nem lehet feketére varázsolni. Tulajdonképpen az úteltakarítás, a hóeltakarítás témakörhöz kapcsolható bizonyos szempontból a hulladékszállítás ügye, illetve a hulladék el nem szállítás ügye. Itt Budaörsön polgármester úr nagyon sok országos médiában már elmondta az ezzel kapcsolatos álláspontját. Szeretném, hogyha most a Budakörnyéki Televízió nézőivel is megosztaná a gondolatait. Előjáróban szeretném leszögezni, mert itt is voltak félreértések, hogy nem szeretném bántani az érdi céget, amelyik ezt a feladatot ellátja. Sőt, ráadásul, amikor ez a úgynevezett szemét el nem szállítási botrány kialakult Budaörsön, én akkor sem a médiához fordultam, hanem próbáltam az érdieket, a céget ösztönözni arra, hogy ütemezve oldják meg a feladatot, mert tarthatatlan az, hogy hosszú ideig kommunális hulladék ne legyen elszállítva. Ugye az, hogy a szelektívvel kapcsolatban számtalanan kerestek meg családtagjaimat is többek között, hogy most akkor ők hová vigyék. Nagyon nehezen tudják a budaörsiek megszokni és megérteni azt, hogy itt mi történt. De hát azért a legkedvesebb dolog mégiscsak az volt, ugye megkeresett az egyik újság azzal, hogy sok budaörsi fordult hozzájuk, hogy tarthatatlan a helyzet Budaörsön. És ténylegesen így van, hát több tucat utcából százat meghaladó levélben panaszkodtak arról, hogy hetekig nem viszik el a szemetet, hogy ez a nápoly effektus kezd kialakulni. Nem ehhez szoktak. A BTG évtizedeken keresztül, tehát a város tulajdonában lévő cég évtizedeken keresztül nagyon magas színvonalon látta el ezt a feladatot. Hozzáteszem azt is, hogy a törvényben előírt kötelező 12 zöld hulladék elszállítása szemben mi 40-et teljesítettünk, és bárhol bármi probléma adódott, azonnal hatékonyan tudtak segíteni. Nem a mi érdekkörünk miatt, vagy a mi szándékaink miatt történt változás. Ugye először bevezették és nagyon vissza kell menni a rezsicsökkentést, amiről tudtuk akkor is, hogy ez majd problémát fog okozni a nagy szolgáltatóknál is, és nem csak a szemétszállításra gondolok, hanem az összes olyan közszolgáltatásra, ahol az önkormányzatok nyilvánvalóan nem haszonra, hanem a közszolgáltatás ellátása okán a költségek szinten, azaz önköltségi szinten állapították meg az árat, ebből csökkentettek. Ez a fenntartási, üzemeltetési, karbantartási forrásokat vonta el. De Budaörs ezt túl tudta élni, mert a város beletette ezt a pénzt, amit hiányzott a díjakból. De aztán kitalálták azt, jött a következő nagyon nagy eszű döntés, hogy egy központi számlázó cég lesz.
Tehát ugye erről is beszéltünk már, mintha elmennénk egy áruházba, ahol nem számlát, nem fizetni kell a pénztárnál, mondjuk egyik nagy áruházban, kapunk egy papírt, és azt mondjuk, majd a nemzeti fizetési holding fogja önnek kiküldeni a számlát, önnek itt csak alá kell írnia, hogy átvette ezt az árut. Tehát körülbelül ez a helyzet ugye hosszú ideig a BTG továbbra is elláthatta a feladatot, de nem számlázhatott. Most ebből az következett, hogy ezt az összes budaörsi, de a nem budaörsi, mindenki, aki ezt a tévét nézi, pontosan tudja, hogy a számlázás ilyen fél évvel, egy éves csúszásokkal történt meg. És lassan lehet, hogy ez a Kuka Holding a beszedési oldalon utaléri magát. Több tucat vagy több száz embert foglalkoztat azért, hogy a díjbeszedést intézze, az nyilvánvaló a költségeket emelni fogja, és nem véletlen, hogy hiányzott egy csomó cégnél, és tönkrementek ezek a szolgáltatók. De ez még nem volt elég. Ezt követően megvonták a város tulajdonában lévő cégnek a szolgáltatási jogát. Belekényszerítették az önkormányzatokat társulásba. Mi érdekekkel jóba vagyunk, velük hozzájuk csatlakoztunk, és elértük azt, hogy alvállalkozóként azért, mert ugye az ETH, az érdi cég lett a fővállalkozó, működhessen, elláthasson a BTG. De nekik az év vége fele közel 1 milliárdos kintlévőségük volt, a BTG-nek sem tudtak fizetni, 140 millió forint körüli volt a hiány, tőlünk meg ugye elvonták a 2 milliárdot, szoktak élcelődni kormánypárti politikusok, úgy hallom még polgármesterek is, hogy mit sírnak Budaörsön azért a 2 milliárd forintért. Hát én azért úgy megkérdezném, hogyha a fizetésének a 20%-át valakinek egyszer csak úgy kilopnák a zsebéből, amiből mondjuk az adott havi vagy évi megélhetése biztosított, akkor ezért boldog lenne. Tehát ebben a helyzetben nem tudtuk ezt a hiányt már tovább finanszírozni, és így lett az ETH-t, belekényszerültünk abba, hogy az érdi szolgáltató legyen az ellátó. És hát sajnos itt tényleg így alakult, hogy az év elején hihetetlen problémák adódtak. Tehát a legviccesebb az, ugye az országgyűlési képviselő azt írja, hogy a politikai hisztéria zajlik Budaörsön, tehát innentől kezdve a barátaim poénkodva mindig mondják, na már megint itt van ez a hisztérikus polgármester. Kétségtelen, hogy nagyon rosszul viselem azt, amikor a budaörsi állampolgárok azt tapasztalják, hogy azok a közszolgáltatások, amiket magas színvonalon mi el tudtuk látni, nem működnek. De hát a legvészesebb ebben a műfajban mégiscsak Gulyás Gergely volt a kormány szóvivő, mert az az újság, aki minket megkeresett, megkérdezte a kormány szóvivőt, és hogy mit gondol arról, hogy egy viszonylag jó módú településen is ilyen problémák vannak, és őnek is sikerült csípőből azt válaszolni, hogy a budaörsi polgármester ezt a feladatot nem tudja ellátni, akkor majd jön a katasztrófa védelem. Hát ugye most ő vagy szándékosan nem mondott igazat, vagy olyan tájékozatlan, hogy a fal adja a másikat, mert ugye ha ők elveszik a jogunkat attól, hogy ezt a feladatot ellássuk, és egy kormánypárti településbe, ugye én nem szeretném egy pillanatig sem az érdi polgármestert ezért hibáztatni, mert nem tehet róla, de hát legalább azért a kormányszóvivő lehetne olyan tájékozott. Tehát amikor Gulyás Gergely azt mondja, hogy mi nem tudjuk megoldani ezt a feladatot, amit elvettek tőlünk, miközben ellopják a pénzeinket is, hát ez legalábbis udvariatlanság. Milyen megoldást lát polgármester úr? Egyáltalán van-e bármiféle jogi vagy egyéb kiút ebből a helyzetből? Vagy el kell viselni, amíg... Én most így gyorsan mondanék egy e-mail címet. Ez a hulladékprobléma@budaors.hu, tehát ékezetek nélkül hulladékprobléma@budaors.hu, és természetesen a BTG-nek is él továbbra is az a vonala, ahol lehet jelezni a problémákat. Én most úgy látom, hogy a szelektív, illetve a kommunális hulladék területén utolérte magát a cég. Ugyan múlt szombatra ígérték a fenyőfák elszállítását, aztán keddre, vagy talán szerdára volt póthatáridő, a mai napig ezt nem vitték el. Mi az érdiekkel napi kapcsolatban vagyunk, és az ígéret az, hogy mindent megtesznek azért, hogy utolérjék magukat. Én nem tudok mást mondani, mint hogy toleráns vagyok velük szemben, mert megértem a problémákat. Ugye hivatkoztak műszaki problémákra, hivatkoztak az influenzára, meg sok olyan gondra, ami terheli őket. Én azt gondolom, hogy itt alapvetően anyagi problémák is vannak, de hát nyilván ezt, ameddig mi tettük, meg tudtuk oldani, és tőlük is próbáljuk
kihajtani, elvárni azt, hogy ezt megoldják. Hát egyébként az az érdekes, hogy amikor ez a dolog eszkalálódott, én számtalan érdi fényképet is kaptam. Érdi, ugye ez a Facebook és az internet, ez egy érdekes és nagyon gyors közvetlen kommunikációt tesz lehetővé. Szóval azt írták nekem, hogy hát nyugodjatok meg, most ti utolértétek azt az ellátási színvonalat, amit mi már megszoktunk. Én szeretném azt, hogyha ez, ahogy régen volt, hogy órát lehetett igazítani ahhoz, hogy mikor viszik el a szemetet, és ez nagyon fontos, hogy ne álljon az utcán. Most még télen istenes, de aztán nyáron rossz belegondolni, hogy egy ilyen szituáció adódik, hogy abból mi következnék. Költségvetést azért is úsztattam be, mert hogy ez az időszak a költségvetés elfogadásának időszaka. Úgy tudom, Buda Örsnek még nincs elfogadott költségvetése, de körvonalak már látszanak talán, akár konkrét számok említése nélkül a korábbiakhoz hasonlóan mi várható? Így van, hát ugye átmeneti gazdálkodásban vagyunk a költségvetés elfogadásáig, februárban fogja a képviselőtestület elfogadni a költségvetését, addigra fogjuk látni a pontos számokat, hogy mire számíthatunk, nem túl sok jóra a központi költségvetésből, gyakorlatilag befizetők vagyunk, tehát mi egy fillért nem kapunk az államtól, a saját forrásainkat is ez alapján tudjuk felmérni. Annyit tudok mondani, hogy ez az év kiegyensúlyozott lesz, egészen biztos, hogy a megszokott programokat tudjuk finanszírozni, a megszokott szolgáltatásokat, amit még nálunk hagytak, tudjuk finanszírozni. Nagyon fontos megemlíteni itt azt, hogy ugye itt is az óvodapedagógusok nem véletlenül országszerte panaszkodnak, nagyon méltatlan az anyagi helyzetük. Nálunk ugye már korábban a bevezetett Budaörs pótlék az idén is működni fog, ez most már Clementis ösztöndi néven fut. Ezt biztosítani fogjuk, és ehhezen túlmenően valamennyi óvodai dolgozónak ki fogjuk egészíteni, egészen pontosan 15 000 forinttal havonta a bérét, mert úgy gondoljuk, hogy méltatlan az a szituáció, amit a központi lehetőség számukra biztosít. Természetesen az iskolákban, amelyeket már elvettek tőlünk, és több százmillió forintos kiegészítést biztosítunk mind az alapítványok működése számára, mint pedig a Clementis ösztöndíjon keresztül a pedagógusoknak. És azért itt is ezt kell mondani, hogy az államosítás itt is nagyon komoly bajt jelent, ugye? Itt is szokták környező települések polgármesterek kérdezni, miért nem örülünk annak, hogy a gondot levették a vállunkról. Hát a gondot úgy vették le a vállunkról, hogy a klik, amelyiknek ugyanolyan színvonalon illenék működtetni az oktatási intézményeinket, ahogyan ezt eddig mi megtettük. Már az úszás oktatásból visszavonult, azt mondják, hogy elkényeztetettek voltak a budaörsi gyerekek. Nem tudom egyébként ez hogy illik a mindennapos testnevelés és az egész épp testben, épp lélek, családok éve programba. Szlogen szinten marha jó a jelenlegi kormány. Ugyanakkor meg azokat a szolgáltatásokat, amik ahhoz, hogy a gyerekek tényleg egészségesek legyenek. Az úszás szerintem egy nagyon fontos dolog. Nem véletlenül igyekeztünk mindent megteremteni annak érdekében, hogy ez több helyszínen is meg lehessen oldani, nem finanszírozzák, de odáig jutottunk, ugye, hogy amikor a futszálcsarnok épült a gimnázium mellett, az két funkciója volt. Az egyik az, hogy a futszának legyen saját bázisa, a másik, hogy a mindennapos testnevelés számára, a gimnáziumi tanulók számára biztosítsa a testnevelési órák számára a helyszínt. És természetesen abban a megállapodásban benne volt az is, hogy a klik finanszírozza ezeknek a működését, hát nem teszi. Tehát most fordult hozzánk érdekes módon, ugye, a kormány minden az önkormányzatot sújtó döntésében támogató német nemzetiségi képviselő Ritter Imre írt is levelet, és személyesen is elmondta, hogy hát kéri, hogy az önkormányzat segítse és pótolja azt az összeget, amit a klik nem tesz meg. Szóval vannak ilyen szépségek, de mi mindezen problémák mellett, amit hogyha egyébként egy olyan világban élnénk, ahol az önkormányzatiságot komolyan veszik, ahol a különböző kormányzati döntések nem rontják le a különböző szolgáltatásokat, legyen szó szociális ellátásról, egészségügyről, oktatásról, vagy éppen építéshatóságról, ott próbálunk helytállni és megtalálni a rossz döntésekre a megfelelő válaszokat. Én abban bízom, hogy ebben az évben lesznek komoly fejlesztések, ideértve az idős otthont, nagyon sok olyan fejlesztés lesz, ami az életminőséget javítja, a rendezvényeink azok szintén ebben az évben ugyanúgy, mint ahogy eddig megszokták, magas színvonalak lesznek, és hát lesz egy nagyon komoly évforduló, 30 éves a németországi Breszfelddel a testvérvárosi kapcsolatunk.
Itt mi azért nagyon igyekeztünk arra az alatt a 30 év alatt, hogy minél inkább társadalmasítsuk ezt a kapcsolatot, úgyhogy számos budaörsi civil szervezetet, természetesen Breszfeldi társszervezetet, és magánszemélyeket is érint ez a rendezvény, és majd a Budaörs napja alkalmával, pontosabban a fesztivál alkalmával, amikor ide látogat a német delegáció, akkor nagyon komoly érdekességeket fognak hozni, bemutatják ízeket, képeket, a településüket, hogy még jobban szélesítsék, mutassák be a budaörsieknek, hogy hogyan élnek azon a településen, ahol egyébként van egy történelmi összefüggés is Budaörs és Breszfeld között, hiszen ugye a kitelepítésnek nevezett időszakban, amikor innen erűzték a német ajkú lakosságot, nagyon sokan kerültek Breszfeld és környékére, és minden évben ott van egy világtalálkozója az egykori és a mai budaörsieknek. Fejlesztések azok történtek korábbi években is, ami átnyúlt erre az esztendőre, egészen pontosan a Csicsergő óvodára gondoltam, mert hogy két óvoda és egy zeneiskola is megújult az év elejére, gondolom ez mindenképpen örömteli település életében. Igen, hát azt tudni kell, hogy azért valamennyi óvodai intézményünk és az iskoláink állapota is nagyon magas színvonalú. Kétségtelen, hogy az országos átlagot jelentősen meghaladja, tehát amikor mi arról beszélünk, hogy problémát jelent az, hogy elvonják a pénzeinket, akkor ezeknek a fenntartása okán is aggódunk, de hát értem azokat, akik meg azt mondják, hogy nézzetek körül Budaörsön, milyen színvonalú intézmények vannak, mit sírnak ezek. Igen, de mi nem szoktunk lefelé mérni, mi mindig célokat tűzünk ki, és ezeket igyekszünk megvalósítani, és valóban, ha már Breszfeldről esett szó, az ottani polgármester mondta, hogy hát 15-20 évvel ezelőtt még ti jártatok hozzánk, és mondtátok, hogy jaj, de jó lenne, ha egyszer ilyen színvonalú intézményeitek lennének. Most egy kicsit, mintha kezdene megfordulni ez a trend, de mindig van mit tenni, és a Csicsergőnek a régi épülete, illetve ugye a Rózsa utcai tagintézmény, ott aztán van ugye a Farkasréti út sarkán is egy másik tagintézmény, az egy vadonatúj, tehát ott nem kellettek felújítási munkákat végezni, de itt volt teendő, akár ha nézzük az óvoda udvarát, akár ha a Clementis utcában lévő régi épület felújítását nézzük, az már nagyon szükségszerű volt. Egy nagyon komplex felújítási munkán vagyunk túl, ami nem csak azt jelenti, hogy gépészetileg megújult, meg esztétikailag megújult, nyilánzáró cseréket hajtottunk végre, energiaracionalizási munkákat, ugye hőszigetelt üvegek, nyilánzárok, hőszigetelés, és természetesen még pályázati forrásból napelemeket is elhelyeztünk, úgyhogy ez a gazdaságos működtetés és szempontjából is nagyon fontos, és azért összeírtam azt is, hogy tényleg a zöldülés érdekében mi nem csak szlogeneket pufogtatunk, hogy nagyon fontos a széndioxid kibocsátás csökkentése. A napelemes rendszerrel most már nem csak a Rózsa utca, ugye ezzel együtt most már 7 közintézmény, Városháza, az IJS gimnázium, az Egyes iskola, a Kamaraerdei óvoda, Hermann Otto és a Kessjár általános iskola tetején is napelemek biztosítják az energia fogyasztásnak a fedezetét, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos lépés. Az lenne igazán nagyon jó, hogyha megint egy kicsit kitekintünk a nagy politikára, hogyha még több támogatás lenne, hogy a magánszemélyek is, tehát számukra is értelmes legyen az, hogy napelemeket helyezzenek el, és hát talán lehet, hogy nem az atomenergiában kellene gondolkodni, hanem minél inkább a megújulók felé fordulni. Kanyarodjunk vissza a gyerekekhez, mégpedig a gyerekek jogaihoz, amire itt Budaörsön különös hangsúlyt fektetnek. Ugyanis létezik egy gyermekjogi fogadó iroda, aminek a tevékenysége idén is folytatódik. Ha valaki eddig nem értesült volna róla, de érintett, bárki érintett lehet, Nagyon fontos tudni, hogy Magyarországon sokféle probléma van a látencia és a ténylegesen kiderült problémák kapcsán, ugye a családon belüli erőszak, ahol sajnos nagyon sok nő esik áldozatul, de a gyermekek is ki vannak téve sokféle fizikai vagy lelki erőszaknak. És ugye angolszász mintára a Hintalóvon alapítvánnyal együttműködve, akik egyébként nagyon komoly eredményeket tudnak felmutatni, és nagyon értenek ehhez a kérdéshez. Összefogva úgy gondoltuk, hogy az a szociális rendszer, ami ma Magyarországon működik, ami egyre jobban kiürisedik, és helyette ugye Budaörs kénytelen volt közel 20 különböző szolgáltatást nyújtani annak érdekében, hogy az összes olyan területen, ahol probléma jelentkezik, segítséget tudjunk nyújtani.
Hála Istennek Budaörsön olyan nagy arányban talán, mint az ország más területein ez nem jelentkezik, de itt is vannak olyan problémák, ahol bizony oda kell figyelni arra, hogy a gyerekek érdekei, jogai, mentális állapotuk, lelki állapotuk ne sérüljön. És ahogy mondtam, ez egy angol szász minta, itt alapvetően tényleg a gyermekek jogai, mindent a gyerekek érdekein keresztül vizsgálnak, és természetesen a különböző bejelentések, értesítések, vagy ha éppen a szülők észlelik azt a problémát, próbálják kezelni a gondot, kitelepülnek iskolába, természetesen erről tájékoztatják azokat, akik ezzel kapcsolatban bármilyen módon igényt fogalmaznak meg. Nyilván itt felelőssége van a környezetnek, a szülőknek, a pedagógusoknak. Szóval nagyon fontos az, hogy épp lelkű és épp egészségű gyermekeink legyenek, és hogy ők semmiben ne szenvedjenek hátrányt, ebben igyekszünk segíteni. Kedvezményes üdülési lehetőséget biztosít az önkormányzat budaörsi nyugdíjasoknak, és akkor itt rögtön mondom polgármester úrnak, a Kamaraerdei idősek otthonának a bővítését is lehet érinteni, hiszen ez is a szép korúakat érinti. Igen, sok kritikát kaptunk egyik oldalon, hogy minek bővítünk mi egy ilyen intézményt, másik oldalról meg ott feszít a húr, és azért kezdtem az elejével, mert nagyon sokan sokszor nem értenek egy-egy beruházást, igaz ez mondjuk a szervizút meghosszabbítására, hogy mitől városi érdek, és mitől van évtizedes múlttal a város település szerkezeti tervében, illetve közlekedési tervében egy ilyen úthálózat, vagy mitől kell különböző intézményeket biztosítani. Ugye akinek nincs gyereke, az nem érte, hogy miért kell óvodát, iskolát bővíteni, ahol pedig nincs idős ember, aki rászorult, meg nem érte, hogy minek kell ilyenre pénzt fordítani. Nekünk pedig mindenféle problémát, mindenféle igényt kezelni kell. Nagyon hosszú a várólista, a pillanatnyi lehetőség, ahol amennyit el tudunk helyezni az idős otthonban, ez nem egészen fedi le a tényleges igényeket. Ugye a jelenlegi bővítéssel, ami reméljük, hogy őszre elkészül, 32 további férőhelyet tudunk biztosítani a 42 férőhely mellett, és azt kell tudni, hogy az alapozási munkák elkezdődtek az idős otthon, ha az időjárás engedi, a munkálatok ott folytatódni fognak, és hát így is éppen, hogy csak követni tudjuk azt a megnövekedett igényt, ami egy ilyen ellátásban fölmerül, úgyhogy ez nagyon fontos, hogy megvalósítsuk. Ami az idősek üdültetését illeti, itt is kaptunk interneten keresztül is kritikákat, hogy na de hát ez olyan összeghatár, amit mi megállapítottunk, amit nem fogják tudni az idősek igénybe venni, mert hogy a többi költséget nem fogják tudni fedezni. Úgyhogy itt két dolgot kell nagyon fontos és nagyon, nagyon hangsúlyozottan kell kiemelni. Az egyik az, hogy itt nem arról van szó, hogy boldog-boldogtalannak üdülési lehetőséget fog az önkormányzat biztosítani, ennyire gazdag azért nem tud lenni egyetlen település sem, Budaörs sem. Alapvetően itt egy szociális ellátásról vagy lehetőségről van szó, pontosan azért, mert nagyon sok olyan idős ember van, aki nem tudja megengedni magának azt, hogy üdülésre pénzt fordítson. Ezért nekik nem lesz többletköltségük, mert félpanziós ellátást biztosító üdülési lehetőséget biztosítunk nekik, az oda-vissza utat is biztosítjuk, ebből következően a maradék költség az már kevesebb, mint hogyha otthon létezne, élne mellette, és bizony mindig telt házasak ezek a szolgáltatások. Az fontos, hogy egy személy ezt 3 évente veheti csak igénybe, tehát hogy mindenkire sor tudjon kerülni. Ezt igyekszünk biztosítani, és azért itt szigorú feltételek vannak. Ugye a egyedülálló esetén 142.500 forint az a jövedelmi határ, illetve 3,5-szerese a mindenkori nyugdíj minimumnak, ez 99.750 forint, ahol családban élnek, itt az egyfőre esőre kell gondolni. Szóval többféle feltétel van, ezt a szociális irodán keresztül lehet igényelni és megtudni az információkat. Tehát nem arról van szó, hogy mi egy olyan intézményt vezettünk be, amit úgyse vesznek igénybe, nagyon sokan igénybe veszik, ám de valóban szociális alapon szeretnénk azok számára lehetőséget nyújtani, akiknek másra ilyen módon nem lenne lehetőségük. A költségvetésre kanyarodva vissza, szokták mondani, hogy választások évében választási költségvetést alkot meg a település vezetője, jelen esetben ön. Egyrészt a kérdésem az, hogy hát a költségvetésről már, a fő irányokról már beszélt. Alapkérdés az, hogy eldöntötte már polgármester úr, hogy indul-e az őszi önkormányzati választáson, és
van elképzelése, hogy milyen csapattal, vagy mennyire nyúl hozzá a győztes csapathoz, aki 4 éve, most már a 5. éve sikeres volt? Először akkor a választási költségvetésről soha nem csináltuk ilyet. Ugye nekem ez a 7. ciklus, 28 éve látom el ezt a feladatot. Minden évben a tényleges lehetőségek mentén állítottuk össze a költségvetést, méghozzá megfontoltan tervezve, hogy semmilyen módon ne kerüljünk olyan helyzetbe, ami aztán egy olyan adósság spirált eredményez, amiből nehéz kitörni. Ezt, hát ha más nem, az elmúlt 28 év alá tudja támasztani, az idei évben is így lesz, és idén se fogjuk azt tervezni, hogy olyan pénzeket, amiket ellátásra lehet fordítani a saját magunk fényezésére, tehát nem kormánypropaganda, vagy önkormányzati propagandára fogjuk a pénzeket fordítani, mert, és nem véletlenül mondom ezt, azok a milliárdok, amik a népbutításra mennek a közszolgálatinak nevezett, illetve kormánylakály médiában, ha abból mondjuk szociális problémákat oldanának meg, akkor nem fordulhatna elő, hogy saját lakásában 100-as nagyságrendben fajnak meg emberek. Budaörsön, hála Istennek, egyetlen ilyen eset sem volt. Mi minden feladatot igyekszünk a tényleges igényekhez igazítva finanszírozni. Az idei költségvetés, ahogy ezt már részletesen megbeszéltük, a megszokott színvonalú működést lehetővé teszi, fejlesztéseink is lesznek, és a megszokott kulturális kínálatot is biztosítani kívánjuk, hiszen akár ha a színházról beszélünk, akár ha azokról a rendezvényekről, amit a rendezvény szervezők valósítanak meg a településen, azért már elég sokszínű, hál' Istennek ez a kínálat. Tehát Budaörs jobban teljesít plakátokra nem lehet számítani. Nem fogunk ilyeneket, sőt, egy ellenséget se fogunk megtalálni, akiről kirakjuk, hogy nem lesz nekünk saját sorosunk, nem lesz soros ellenség. Egyébként hozzáteszem, szóval tényleg egészen elképesztő az, amit a tudatok formálásában, deformálásában, azt hiszem sokkal jobb, ha így fogalmazunk, ezen a területen történik, de hát én azt hiszem, hogy erre Budaörsön egyfelől nem vevők az itt élők, másfelől pedig egy kicsit nyitottabb, toleránsabb, ha úgy tetszik, európaibb ez a település, mintsem, hogy az ilyen népbutításnak felüljön, és mi pedig meg nem azt fogjuk tenni, hogy fényezzük magunkat, önkormányzati forrásból semmilyen kampányra nem fogunk pénzt fordítani. Remélem, hogy a tényleges eredmények azok, amelyek igazolják azt a működést, amit az elmúlt 5 évben képviselőtestülettel végeztünk. Nem én fogom eldönteni azt egyébként, hogy kik indulnak a Budaörs Fejlődésért Egyesület színeiben, hiszen mi egy olyan közösség vagyunk, ahol ezt együtt döntjük el. Nagy változás nem lesz, akik nem kívánnak indulni, mert vagy már idősek, vagy éppen azért, mert olyan felelősségteljes feladatot látnak el, hogy ez esetleg már nem fér bele. Ők lehet, hogy 1-2 ponton ezért változni fog a csapat, de alapvetően nem, és ebből, amit most már elmondtam, nyilván következik az, hogy természetesen indulni fogok, azt tapasztalom, nagyon sok helyről jön visszajelzés, hogy aggódva kérdezik, idén is azt terjesztik, hogy én már nem fogok indulni, nem tudom, hogy ez miért olyan jó bárkinek, de ezzel fölkeltik az igényt azok számára, akik viszont nagyon szeretnék, hogy az, amit mi végeztünk, az folytatódjék, úgyhogy természetesen indulni fogok, és nagyon bízom benne, hogy folytatni tudom ezt a munkát. Sikeres esztöntőt kívánok! Köszönöm szépen!